November 11-e Márton napja, ezzel kapcsolatban a hagyományokról és a népszokásokról fogjuk kérdezni a Dobó István Vármúzeum néprajzkutató muzeológusát, Császi Irén. Jó estét kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szóval a Szent Márton a legenda szerint ugye libák vagy liba olban próbált elrejtőzni, és ez ugye akkor történt, amikor őt püspökké akarták választani. Beszéljünk egy kicsit erről a legendáról. Így van, de egy kicsit még visszakanyarodnék, hogy miért is olyan népszerű itt nálunk Magyarországon és a középkor óta, hiszen talán a legtöbb templom Szűz Mária után róla kapta a nevét, tehát védőszentje a templomoknak. Itt Heves megyében is nagyon sok templomát találjuk, illetve búcsúja is ekkor van. Például Pétervására, vagy Bükszent Márton ugye a nevét is róla kapta, vagy Rózsa Szent Márton, Bogács, tehát sorolhatnék még néhányat. A keresztnevek is népszerűek voltak ebben az időben, illetve vezeték névnek is adták, tehát a Márton, Marton, ma is találkozunk ilyen nevekkel. Ezt nem is tudtam, tehát erre ez egymáshoz szorosan igen. ez a dolog. És hát ugye Pannonia területén született, Szaváriában, 316-ban, hát akkor a Római Birodalom részeként ismert ez a terület, és az édesapja császár seregébe volt katona. Ő is katona lett 15 éves korától, de életében már jelentkeztek azok a jelek, hogy Istent kívánta szolgálni. És hát az egyik ilyen legenda, ami talán a második legismertebb a ludak után, amikor katonaként kilovagolt, és a város kapuban találkozott egy szegény koldussal, akit megszánt, mert hiányos volt az öltözete, hideg tél volt, és akkor ő a kardjával ketté vágta a palástját, és átadta a koldusnak, és éjszaka álmában ebben a köpönyekben jelent meg Jézus, és hát innentől kezdve ő próbálta életét Jézus felé fordítani, és megkeresztelkedett, és kilépett a hadseregből, a császári seregből. És ez a köpönyek téma Gárdonyi Gézánál is megjelenik. Igen. Az a harmadik című regényében, amikor Szent Márton palástját viseli, írja a kisgyermekre, aki valójában nem az apát, nem attól az édesapától született, akire gondoltak, de Márton irgalma ezt a köpönyeget így ráborította, és ugye egész életében védte. Tehát ez a mondás, ez egész a 20. század elejéig élt, de ma már kevésbé ismerjük ezt a Szent Márton köpönyegét. És akkor nézzük ezt a ludalt. Bizonyos, igen. Márton utána szerzetesi közösségeket alapított, Milánó mellett is élt, és hát Tours-ban akarták őt püspökké választani, és ekkor szerénysége miatt úgy szól a legenda, hogy elbújt a libaolba, de a ludak gágogása elárulták, hogy ott van, és püspökké választották. És aztán ő így élt, szerzetesként, térítőként, neves csodák, legendák kapcsolódnak az életéhez. Mi Magyarországon is ismerjük a történeti legendáit, már Géza és utána Szent István is használta, és imádkozott hozzá, használta jelképként, például a Besenyők elleni csatában Szent István a zászlóját Márton alatt, Márton ábrázolta a zászló, és alatta vívta a győztes csatáját. De Károly Róbert is megjelenítette a Magyar Anzsó legendáriumban, amit fiának, András hercegnek készítetett, tehát ott a legendák szép sora látható a képek alapján. Annyi minden kapcsolódik Szent Mártonhoz, de hogyha a nagy lakomákra gondolunk, az hogyan kapcsolódik hozzá? Igen, hát a liba, és itt több magyarázat is van, hiszen középkori földesúri járandóság volt a liba. Ekkorra a jól megtömött, meghízlalt libát már levágták. Tehát ez egy őszi mezőgazdasági ünnepnek a zárónapja volt, úgymond egy új év zárónap, amit lakomákkal is megünnepeltek, és hát a liba volt az, amit ilyenkor levágtak. De itt egy római étkezési szokásra is vissza lehet vezetni a történetet, mert ugye ez egy ilyen zárónap, mezőgazdasági zárónap, ami újborral és liba pecsenyével került az asztalra, mint étek, és ebben a pogány római istenek világában is a libát, mint
áldozati állat tették az asztalra, de gondoljunk egy korábbi római történetre, de hiszen abban a korban vagyunk Márton kapcsán, amikor a kapitóliumi libák gágogása riasztotta el a gallokat, akik el akarták foglalni Rómát. És akkor az őrség fölébredt a libák gágogására, tehát ez egy őrző, riasztó állat madár képében is megjelenik a mitológiákban. Igen, egyébként számomra ez elképesztő, hogy mennyire keveset tudunk szerintem a mártonnapi, vagy a mártonnaphoz köthető népszokásokról. Igen, általában csak a libát mondjuk, de hogy mi áll mögötte, azt nem tudjuk. Kedves Irén, hozott nekünk mutatóba különböző tárgyakat, erről beszéljünk egy kicsit. Libából készültek, gondolom. Kapcsolódunk akkor így. Ilyenkor ugye a jó hízott libákat levágták, és liba pecsenye vagy ludaskása került az asztalra, vagy aranyró liba húsleves, liba töpörtyű, tehát sorolhatnánk. Azt hiszem, hogy ez izgalmasnak lesz. És itt látunk egy libamell csontból készült játékot, ami Markazon is ismert volt, ott egy kedves néni készítette a múzeum számára, ez egy rekonstrukció, ez tegnap este készült, családi segítséggel friss és vasárnap sült ki a liba. No, a csontja, tehát a liba mell időjárás jóslásra is szolgált. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez is kapcsolódik hozzá, igen. És ha már a kezemben van, akkor hát nézzük meg. Ez egy barnás árnyalatú, azt jelenti, hogy sáros telünk lesz. A néphit szerint, de bizakodjunk benne, hogy esetleg... Egy másik libát vágtak volna, és annak fehér lenne. Igen, akkor havas telünk lesz. Igen, és hosszú havas tél lesz. Igen. És akkor mit tettek ezzel? Játszottak vele, mégpedig ez egy ugrójáték, liba mellcsontból készült. Egy pöcköt tekertek föl madzagra, itt szurok volt, most gyurma helyettesíti. A szurokba belenyomták a pöcköt, letették az asztalra, és hoppám, hát nem tudom, hogy igen, ugrott egyet. A másik szintén libából készül, a liba gégéből, és csörgő, kisbabáknak adták, kukorica van benne, megszáradt, és rázták, és csörgő hangot adott ki, tehát mind a kettő. És ezzel méretben tudtak játszani, igen, a igen. Kisbabák. Hát nem mondják többen, hogy ez kicsit bizarr. Manapság már biztos kevesen használnak. Igen, de jó játék anyukákkal, kisgyerekekkel együtt elkészíteni maga az élmény is, hogy mi lesz belőle. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Márton napján, ha lúdi jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál, ugye van egy ilyen szólásunk. Ez honnan eredeztető, illetve hogy hogyan alakult ez ki? Hát nagyon sok időjárás, jósló mondás, közmondás kapcsolódik Mártonhoz. Ugye ha hideg, ha fehér lovon jön, az is azt jelenti, hogy havas lesz a tél. Hát ma nincs. Már nem a herceg Bogi. Bori. És hogy ugye ha ma a liba jégen jár, akkor karácsonykor vízben vagy sárban tocsog. Ugye ez is arra utal, ha ma jeges az idő, akkor a karácsonyunk az enyhe lesz. És volt olyan, amit Márton napján tiltott volt, vagy nem volt ajánlott csinálni? Mit tartottak el? Igen, igen, a munkavégzés tiltott volt, tehát de jó, nem volt. Akkor mit keresünk itt? Mosni nem lehetett, teregetni nem lehetett, mert attól féltek, hogy a jószág megdöglik, tehát pusztulást okoz. Volt ennek egy ellenszere, tehát a pásztorok járása, mártonnapi pásztorjárás. Ez Dunántúlon, Burgenland területén, németeknél, Erdélyben is ismert volt. A pásztorok ilyenkor este házról házra jártak, és Márton veszélyét vitték, ami nem volt más, mint nyírfaág, amely minél jobban ágazott el, annál nagyobb szerencséje volt a gazdának. Tehát egyet kapott ebből a veszőcsomagból, és hát azt mondták, hogy elhoztuk Szent Márton veszélyét, annyi malacok legyen, mint ahány ága boga van ennek a nyírfa veszőnek. De szép. De hogyha már, bocsánat, a német nyelvterülethez kapcsolódóan egy fáklyás felvonulás is kötődik, ugye, Szent Mártonhoz, vagy ehhez a naphoz? Igen, igen, és Szent Mártont is megjelenítik lóháton, köpönyekben, általában piros köpönyekben és fehér lovon, ha lehet. Igen, egy felvonulás, aminek ma is kezd újra éledni a hagyománya. Igen, és ennek a szimbolikus jelentősége, ez mit jelent?
ez semmi, csak az, hogy ünnepeljük Szent Márton? Hát igen, körbe járnak, és ezt a napot megemlékezik, úgy, ahogy akár a pásztorok. Visszatérve a veszőt tavasszal használták, tehát addig elrakták, és az állatkihajtáskor, áprilisban azzal hajtották ki az állatokat, hogy szaporák legyenek, egészségesek legyenek. Tehát a veszőnek egy ilyen gonosz elhárító, óvóvédő szerepe is volt abban az időben. Mennyire jellemző még nálunk, vagy újra divatba jön-e, hogy ezeket a mártonnapi szokásokat fölelevenítsük, és ne csak egy jófajta vacsorához, meg az újborhoz kössük a mártonnapot? Hát hirtelen ezt akartam mondani, hogy itt nálunk inkább ez jellemző, az újbor és a liba vacsora. Más területeken, inkább a német területeken ez a körmenetszerű felvonulás jellemző. De itt Egerhez is kapcsolódik egy mártonnapi mondás. Megérdemli Márton poharát, még a régi céhes világban az egri mesterlegényre mondták, aki jól dolgozott, hogy megérdemli Márton poharát, tehát kaphat a város borából egy pohárral, ugye ebből a bizonyos új borból, mert a bornak Márton a bírája, tehát mától lehet kóstolni az új bort. Persze ez is egy kicsit tolódik, mert azóta újabb szőlőket telepítettek, igen, nem a régi hagyományos fajtákat, és nyilván mindnek más a születi ideje, és így más korra esik az újbor kóstolásának a napja is, de aki esetleg még a régi fajtákat szüreteli, annak itt az ideje megkóstolni az újbort. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és bemutatta nekünk ezeket a legendákat. Köszönjük.